aktív szén felületi megkötő képességét fogjuk vizsgálni először, utána pedig ennek a folyamatnak, az adszorpciónak az ellentétjét, a deszorpciót fogjuk megnézni. A kísérlethez felhasználjuk a következő anyagokat. Fuxinoldat, aktív szén és etanololdat. Először a fuxinoldatból ebbe a kisebb főzőpohárba körülbelül 75 ml-t átöntök, majd pedig ehhez a fuxinoldathoz az aktív szenet hozzáteszem, és utána összekeverem. Az aktív szén hatására az oldat színe igencsak megváltozik, a szép rózsaszín színe egészen sötét lesz. Az oldatot alaposan összekeverem, majd az összekeverés után erre a szűrőállványra felszerelt tölcsérbe öntöm szűrőpapírra, és az aktív szénnek köszönhetően az oldatunk színe világos lesz. Miután az aktív szén nagy felülettel, fajlagos felülettel rendelkezik, képes azon különböző anyagokat, akár különböző halmazállapotú anyagokat is megkötni, például a fuxinban lévő festéket, de akár a vörösborban lévő színanyagokat is képes megkötni, és ennek eredményeképpen víztiszta oldatot kapunk. A megkötött anyag a kísérlet második felében visszanyerhető, mégpedig úgy, hogy az aktív szén nagy felületéről alkohollal, 96%-os alkohollal majd kimossuk a festékanyagot, addig azonban megvárjuk, amíg lecsöpög belőle a víz. Miután lefolyt a fuxinoldat és a víz lecsöpögött, kicseréljük a főzőpoharat, és hogy jobban látszódjon a fuxinoldatnak a színe, azért alá teszünk egy fehér lapot, egy új főzőpoharat, és 96%-os etilalkohollal átmossuk ezt a aktív szenet. Látszik a lecsepegő oldatból, hogy nem víztiszta, igaz ugyan, hogy halványabb, mint az eredeti oldat, de a fuxin rózsaszínes színét így is meg lehet figyelni. Ennek az a magyarázata, hogy az etilalkoholban a fuxin jól oldódik, az etilalkohol képes kioldani az aktív szén felületéhez kötődött fuxint, és miután magával hozza keresztül a szűrőpapíron, megjelenik itt a főzőpohárban.